Több hónapnyi előkészület előzte meg az Eperföldi Iskola jótékonysági rendezvényét, amelyből a nevelők és szülők is egyaránt kivették a részüket. A városban lévő magánvállalkozókat, különböző cégeket kerestünk meg, és közel 250 tombola felajánlás érkezett a különböző vállalkozóktól. Ennek sikerén felbuzdulva a mai estét majdnem 300 fővel tudjuk megtartani, megrendezni, és a cél, hogy a gyermekeink, a iskolánk tanulóinak a jobb körülményeit segítsük. Az előző évek bevételeinek köszönhetően a mintegy 2 millió forintból elkészült játszóteret, mint arról már korábban beszámoltunk, novemberben birtokba is vehették a diákok. Azóta is folyamatosan nagyon élvezik a gyerekek, és ezt a játszóteret szeretnénk most a bevételek folyamán bővíteni, illetve az udvart szépíteni. Ezekre a célokra, a felajánlásoknak és a támogatói jegyeknek köszönhetően az idén több mint 600 000 forintot költhet majd az intézmény alapítványa.